Munkavállalóknak biztosítanak továbbképzési lehetőséget Székelyudvarhelyen. Az irány a Kompetencia nevű projekt célja a munkaerő képzettségi szintjének növelése információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtásával, illetve szakmai képzések révén. Irány a Kompetencia címmel indította el információs és tanácsadó szolgáltatásokat biztosító programját a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, partnerségben a Hargita Business Center Egyesülettel és az Exar Consult Egyesülettel. A projekt során a célcsoportba tartozó személyek részére több területen szerveznek ingyenes, akkreditált és nem akkreditált képzéseket, mint például pincérfelszolgáló, eladókereskedő, projektmenedzser, előkönyvelés, kommunikáció román nyelven, időmenedzsment, kommunikáció az ügyféllel, konfliktusmenedzsment, digitális készségek az információs technológia használatához, informatikai biztonság, mondta el Kis Zoltán projektmenedzser. Itt most a célcsoport nem a hátrányos helyzetű, munkanélküli, inaktív, vidéken élő ember, hanem az, aki dolgozik, akinek munkahelye van. És nagyon érdekes ez a megközelítés, hiszen azt mondják, hogy ő is kerülhet olyan helyzetbe, hogy a konkurenciális helyzetben, a konkurenciális közegben lemaradhat. Vagy ha nem képezi magát, akkor ki is szorulhat a munkahelyéről. A projektben 18 és 65 év közötti egyéni munkaszerződéssel dolgozó személyek vehetnek részt, hozzávetőleg 602-en. A szervezők elmondták, egy podcast szolgáltatói stúdiót is terveznek létrehozni, amelyben tájékoztató anyagokkal növelnék a képzési programok hatékonyságát.